Simítják a betont a munkások a püspökladányi fészek tagóvoda udvarán. Az óvoda gyöngyvirág alapítványa és az idejáró gyerekek szüleinek támogatásával épülhet meg az új járda. Az óvodai nevelés alapvető tevékenysége a szabad levegőn tartózkodás, mely a gyerekek testi szükségleteit elégíti ki, lehetővé teszi és elősegíti az egészség megőrzését. A szabad mozgásra, az önfelett játékra, futkározásra, a friss levegőre minden nap szükségük van az apróságoknak. Éppen ezért nem mindennapi segítséget kapott az intézmény, ugyanis a szülők összefogtak és közösen segítettek abban, hogy megépülhessen az új járda. Nagyon sokat segítettek a szülők, végül is az ő kezdeményezésükre jött létre, és az ő hozzájárulásukkal anyagilag is hozzájárultak, és vállalták, hogy segítenek nekünk ebbe a munkába. Van egy alapítványunk, a Gyöngyvirág Alapítvány, aminek a segítségével úgy gondolom, hogy ezért elég sok mindent meg tudunk majd valósítani. Ebben a járdaépítésben is segített az alapítványunk is anyagilag. Ez nagyon nagy jelentőséggel, legalábbis számunk. A gyerekek számára, a szülők számára és számunkra is, akik itt dolgozunk, mert hát sokkal könnyebb lesz a közlekedés az óvodánkban, és a gyermekeink is ezen az új kis, úgymond fedetlen terasz részen tudnak majd játszani, szaladgálni rossz időben. A régi járda az eltelt évtizedek alatt elkopott és balesetveszélyessé vált. Évek óta próbáltak megoldást találni a vezetők és az óvoda dolgozói, hogy hogyan lehetne felújítani az elhasználódott járdaszakaszokat. Legfőképpen azért, mert már balesetveszélyes volt. A gyerekeket féltettük mi is, és a szülők is, és a szülők kezdeményezésére jött létre végül is ez a munka. A nevelési év első szülőértekezletén a szülők vetették fel ezt a problémát. Persze mi pedagógusok is már évek óta küzdünk ezzel a problémával, hogy balesetveszélyesek a járdák, de sem az önkormányzatnak, sem az intézménynek nem volt erre anyagi kerete, hogy megcsináltassa, és az első szülőértekezleten a szülők vetették fel, hogy mégiscsak el kellene indulnunk ez ügyben. Több szülő, tehát minden szülő besegített nekünk anyagilag is, és erőbe, munkaerőbe is. Az összegyűlt pénzből végül is sikerült beszerezni az alapanyagokat, és egy önzetlen segítő vállalta a kivitelezési munkálatokat. A régi járdát teljes egészében felszedték, és helyére egy új, szélesebb csíkot építenek. Tegnap kezdték a munkákat, és a régi járdákat teljesen felszedték, azokat el is szállították, a betontörmeléket, és ma reggel kezdték el a munkálatokat. A terasz, az első terasznak a vége, a bejárati járda és itt az ablak alatti járda lesz teljesen felújítva. A tavaszi szünet első napján, tehát tegnap, és úgy néz ki, hogy szombaton befejeződik, és a tavaszi szünet első napján már új járdán jöhetnek be a gyermekeink az óvodába. Az intézményben két csoport működik, ezért igen családias a légkör. Az óvoda kapcsolata a szülőkkel kiegyensúlyozott, rendszeres, a problémákat megbeszélik, mindig mindenben segítik egymást. Mi óvodánk az egy kétcsoportos óvoda, és nagyon szoros a kapcsolata a szülőknek velünk is, meg nekünk is a szülőkkel, és a gyerekekkel is természetesen, hát ez az alap, én úgy gondolom, egy óvodába, és a szülőknek egymással is. Tehát nagyon jól tudnak ők egymással kommunikálni, beosztják azt, hogy most ők milyen feladatokba tudnak segíteni egymásnak is, meg nekünk is, és ezt jól tudjuk kommunikálni, én úgy gondolom, hogy ez egy nagyon nagy erősségünk, és a szülői közösségünknek is. A szülői munkaközösség vezetők nagyon sokat segítettek, és tényleg megemelem a kalapom előttük. Az Egyesített Óvodai Intézmény vezetője szerint is példaértékű volt a szülők hozzáállása ebben az ügyben. Emellett pedig mindenki támogatta és segítette őket, hogy minél előbb megvalósulhasson a felújítás. Nagyon tönkrement a járda, a bevezető járda is, és az épületet körülvevő járda szakasz is, ami tulajdonképpen esős időben a gyerekeknek a levegőztetőhelye volt, baleset veszélyessé vált, és ugye mindenki tudja most, hogy az intézmények költségvetése nem nagyon bír ilyen nagy felújításokat. Tudtuk, hogy el kellene végezni a feladatot, de mi azt terveztük, hogy ilyen foltozásos betonozással fogjuk elhárítani a balesetveszélyt, és ezért engem is nagyon nagy örömként ért a hír, hogy az alapítvány, az óvoda közössége és a szülői közösség elhatározta, hogy felújítják, segítik az intézményt, az óvodát ezzel, hogy összefognak,
és ehhez az összefogáshoz csatlakozott még az önkormányzat is, azzal, hogy segített ezt a folyamatot felgyorsítani, mert nagyon hamar megkaptuk az építési engedélyt rá. És van egy kedves család, aki több szálon is kötődik az óvodákhoz, ők pedig fölvállalták, hogy a munkálatok elvégzésével támogatnak bennünket. Pap Lászlóné elmondta, hogy az óvónők időt és fáradtságot nem ismerő lelkes munkája megtérült, és mi sem bizonyítja ezt jobban, mint a felajánlás, az összefogás. Én nagyon-nagyon hálás vagyok minden szülőnek, meg minden érintettnek, aki részt vett ebbe az összefogásba, mert úgy gondolom, hogy megint egy csoda született. Tehát megint annak bizonyságot tettünk arról, hogy ha jól dolgozunk, hogyha mi is elkövetünk mindent azért, hogy a gyerekek életminősége javuljon, hogy a környezete szépüljön, akkor ezt érzi a környezetünk, értékeli, és szükség szerint képes ilyen összefogásokra. A járda tehát épül, és az apróságok a tavaszi szünet első napjaiban már a megújult szakaszon mehetnek végig. Az óvónők pedig megfelelően, balesetmentesen tudják biztosítani számukra a mindennapi friss levegőn való tartózkodást és a szabad mozgást.